Mintegy 1500 menedékkérőt evakuáltak a francia hatóságok kedden az észak-franciaországi Grand Saint város közelében. A bevándorlók, akik itt vertek tábort, az Egyesült Királyságba próbáltak volna eljutni. Főleg iraki, kurd és afganisztáni menekültek éltek a táborban. London és Párizs között feszültségeket okoz, hogy sok migránsnak sikerül átjutnia a La Manche csatornán. A brit hatóságok szerint Franciaország tehetne többet ennek megelőzésére. A francia belügyminiszter Gérard Darmanen videokonferencián egyeztetett az ügyben brit kollégájával. Párizs szeretné, ha több segítséget kapna Londontól a menedékkérők és az embercsempészek feltartóztatására. Mivel a kamionokat már tüzetesen ellenőrzik, az emberek főleg felfújható gumicsónakokban kelnek át a csatornán. Idén már több mint 23 000 embernek sikerült így eljutnia Angliába. A bevándorlókat észak-franciaországi befogadó központokba szállították.